Üdvözlök mindenkit, Pap László vagyok a Maxikon Kft-től. Cégünk látja el többek között a Megger hivatalos magyarországi képviseletét is. Jelen videóban, ebben a videóban egy villamos készülék egy gyors és egyszerű vizsgálatát, hibavédelmi vizsgálatát fogjuk megmutatni a Megger által gyártott PAD 150R típusú készülékkel. Ugye a villamos készülékek, szerszámok vizsgálata alapvetően három lépésből tevődik össze, az egyik az azonosítás, itt értem a gyári számot, leltári számot alattal, vagy esetleg a szabvány által előírt egyéb azonosításokat. A következő a szemrevételezés, ugye a szemrevételezés a szerelői ellenőrzésen belül, vagy a valamilyen hibavédelmi vizsgálat, vagy mérés keretén belül fordul elő, ugye az egyik, ahol alkalmazzuk a szemrevételezést, az a szerelői ellenőrzés, ugye a szerelői ellenőrzésről tudjuk azt, hogy ez egy erős áramú villamos szakember által elvégzendő villamos műszeres mérést nem igénylő vizsgálat, ahol az érintésvédelmi osztálynak megfelelőséget vizsgáljuk, és az alapvető hibák felderítésére irányul. Ez alatt értem a csatlakozó vezetékek, a dugaszoló villák, villamos szerkezetnek az állapotát, a kezelőszervek állapotát, a kapcsolók állapotának a vizsgálatát, a burkolatrögzítő csavarok meglétét és egyébeket értünk ez alatt. Illetve ugye a harmadik pedig a villamos műszeres hibavédelmi vizsgálat. Ez az, aminek a keretén belül fogjuk mindjárt megnézni a PAD 150-es készülékünket. Ez a villamos műszeres vizsgálat is a hibavédelmi vizsgálatok esetében alapvetően három részből tevődik össze. Az egyik az a szigetelési ellenállás mérés, a másik a folytonosság ellenállás vagy folytonosság mérése, különös tekintettel a védővezető folytonosság ellenőrzésére, illetve a feszültség mérésre, itt a biztonsági leválasztó transformátorok, illetve a törpe feszültségű transformátorok esetében SELV, illetve pelves osztályúaknál a feszültségmérésre vonatkozik. Mikor kell ezeket a műszeres vizsgálatokat elvégezni? Ugye az egyik iparszerűen alkalmazott villamos kézi szerszámoknál, illetve hordozható biztonsági leválasztó transformátoroknál évente írja elő a szabvány. Továbbá el kell végezni ezt, hogyha a tulajdonos vagy az üzemeltető a szokásos szerelői ellenőrzésnél mérehatóbb villamos műszeres vizsgálatot ír elő vagy kér, illetve a további eset pedig új üzembehelyezés, felújítás, bővítés, átalakítás. Ilyen szabványok és rendeletek vonatkoznak ezekre a vizsgálatokra, az MS 4851, NGM rendeletből a 10/2016-os, illetve a 40/2017-es szabványból az MS HD 6364, illetve az MS EN 61557-es vonatkozik ezekre. Nézzük magát a készüléket, kerékfedeles bőröntben található. A készülék mellett, melyet ha kihajtunk, akkor megtaláljuk magát a mérőműszert. A mérőműszer egy kifejezetten terepi kivitelű készülék, kemény, erős gumiborítással, illetve egy kemény műszerfedél található, amelyet ha kihajtunk, akkor mérési segédletek láthatók nagyon gyorsan és egyszerűen elbögezhető ezeket követve a mérés. Ezt a fedelet egyébként a mérésekhez hátra is lehet hajtani, ebben a pozícióban rögzíthető. A készülék rendelkezik nyakbaakasztó pánttal is, amely a helyszínek között mozogva megkönnyíti a készülék mozgatását. Nézzük meg a kezelőfelületet, nagyon egyértelmű piktogramokkal választhatjuk ki a szükséges mérési funkciót, itt a készülékek vizsgálatához szükséges ajzat található, illetve itt a készülék hátulján pedig a méréshez, illetve a töltéshez szükséges csatlakozók láthatók. Ez a hálózati csatlakozó, P1-es, P2-es mérőszondák, P3-as vizsgálóvezeték, illetve ha eltoljuk a hetest, akkor pedig itt látható az akkumulátorok töltésére a szolgáló csatlakozó. Mire alkalmas a készülék? Hordozható
illetve helyhez kötött készülékek vizsgálatára is alkalmas. Lehet vele egyes érintésvédelmi osztály, azaz védővezetős készülékeket vizsgálni, kettes érintésvédelmi osztály, azaz kettős szigetelésű berendezéseket vizsgálni, elosztók, illetve hosszabbító ajzatok vizsgálatára is alkalmas. LCD-k, ezen belül is a PLCD-k, azaz a pakettel hordozható félrelék vizsgálatára alkalmas, továbbá az érintésvédelmi törpefeszültség, ezen belül a SELV, illetve a pelves készülékek kimeneti feszültségének a vizsgálatára is alkalmas. A készüléken be tudjuk állítani a mérési időket, határértékeket, mi az, amit elfogadottnak majd tartunk a mérés alatt, tehát milyen védővezető folytonossági határértékeket fogadunk el, az is beállítható, milyen szigetelési ellenállás értéket fogadunk el, az is beállítható, beállítható továbbá a mérési idők is. Továbbá Firelénél beállítható 10 milliamperes vagy 30 milliamperes legyen a mérés határ, illetve beállítható az is, hogy 250 volttal vagy 500 volttal végezze a szigetelési ellenállás mérést. Ugye 250 volt is indokolt lehet informatikai rendszereknél vagy készülékeknél, vagy esetleg túlfeszültségvédelemmel ellátott készülékeknél a 250 voltos DC vizsgáló feszültség kiválasztása javasolt. Jó, és a készüléket, hogyha bekapcsoljuk, akkor a készülék, anélkül, hogy csatlakoztatnánk ide bármilyen készüléket, anélkül kell elvégezni az öntesztet, bekapcsoljuk a készüléket, és a belső áramköreit leteszteljük. Amennyiben van csatlakoztatva 230 voltos táplálás, akkor megméri a táplálás feszültségét, illetve nézi a fázis és a védővezető, a fázis és a nulla, illetve a védővezető és a nulla közötti feszültségi értéket is. Amennyiben mindent rendben talál az önteszt alkalmával, akkor egy pipával jelzi számunkra, hogy a készülék kész a vizsgálatok lefolytatására. Elsőként egy PLCD, azaz Packet LCD, tehát egy hordozható félrelét fogunk vizsgálni. Ez konkrétan egy 30 milliamperes típus. A készülék egyébként alapból a 30 milliamperes mérést ajánl föl, de a beállítások menüben ezt át tudjuk állítani 10 milliamperes félrelé vizsgálatára is. Jó, a készülék a teszt során fel fogja ajánlani nekünk a 30 milliamperes mérést, illetve mérési segítségként piktogrammal, illetve rövidített szöveges üzenettel is jelezni fogja a szükséges beavatkozásokat. Gondolok itt a reszetre, tehát a készülék érintkezőinek a zárására, illetve a tesztgomb megnyomására történő figyelmeztetést is. Piktogramként pedig egy kapcsoló vagy megszakító jelet fog feltüntetni, aminek a zárását fogja jelezni felénk. Jó, a készülék bekapcsolásakor a már korábban említett öntesztet végzi el. És ellenőrzi a hálózati feszültséget, amennyiben mindegyiket megfelelnek találja. Láthattuk itt a fázis nulla, fázis védővezető, illetve a nulla és a védővezető közötti feszültség mérést is. Amennyiben ezt megfelelnek találta, akkor készen áll a készülék a vizsgálatra. A készüléket pedig csatlakoztatjuk a mérőajzatba. Jó, készülék csatlakoztatása után pedig a Firelli ajzatába a mérővezetéket csatlakoztatjuk, és kiválasztjuk a Firelli vizsgálatot. Itt alapból jelzi, hogy 30 milliamperes vizsgálatot fog végezni ennek megfelelő értékhatárokkal. Amennyiben megfelelőnek találta a védővezető ellenállását, akkor kezdi magát a Firelli funkciókat. Itt hívja fel a figyelmet arra, hogy nyomjuk meg a reset gombot, test gombot, és elkezdi az egyszeres névleges áram, illetve az ötszörös névleges áramnál a nulla, illetve a 180 fokos méréseket is. És ahogy végzi ezeket a méréseket, folyamatosan kéri, hogy a kioldás után reszeteljük a készüléket,
Amennyiben minden egyes részmérési funkciót megfelelőnek talált, akkor a részmérések mellett egy-egy pipával jelzi a megfelelőséget, illetve amennyiben a teljes vizsgálat megfelelő, akkor pedig egy jobb alsó nagy pipával jelzi, hogy megfelelő a készülék. Következő vizsgálandó tárgyunk egy 3x1/2-es vezetékből kialakított 50 méteres csévülődobos hosszabbító lesz. A csévülődobos hosszabbító hálózati dugvilláját csatlakoztatjuk a mérőhajzatba, és a P3-as pontra pedig a vizsgáló csatlakozót a csévülődobos hosszabbító valamelyik ajzatába csatlakoztatjuk, kiválasztjuk a mérési funkciót, és már el is indul a mérés. Elsőként a védővezető ellenállását fogja megmérni. Ha azt megfelelőnek találta az előre beállított határértékeken belül, akkor szigetelési ellenállást fog mérni. Amennyiben megfelelőnek találta a két részmérést, akkor ellenőrzi a fázis nulla felcserélést is, esetünkben arra hívja fel a figyelmet, hogy fel van cserélve a fázis és nulla vezető, ezen könnyen tudunk segíteni. Elvégezzük a mérést megfordított hálózati csatlakozó dublilával is. Újra indítjuk. Itt is ugyanazokat a méréseket fogja elvégezni. Védővezető folytonosság, szigetelési ellenállás, és amennyiben a fázis nulla helyességet is megfelelően találja, akkor teljes mérés megfelelőségét egy pipával fogja jelezni. Mivel itt ugye 50 méteres csévélődobos hosszabbítóról van szó, így a beállításokban előre be lehet állítani, hogy egy ómig, hogy mi az a határérték, amit még védővezető folytonosságnak elfogadottnak tekintünk. Mérésünk következő tárgya egy egyes érintésvédelmi osztályba tartozó készülék. Ez védővezetős hibavédelemmel van ellátva. Itt is a hálózati csatlakozóját csatlakoztatjuk a vizsgáló ajzatba, illetve a P1-es mérési csatlakozót pedig egy festetlen, lakkozatlan fém részhez csatlakoztatjuk. Kiválasztjuk az egyes érintésvédelmi osztály mérését, és a mérési folyamat már el is indul. Elsőként a védővezető folytonosságot vizsgálja, felhívja a figyelmet, hogy zárjuk az érintkezőt. Szigetelési ellenállást fog mérni második lépésben, utána pedig szivárgó áramot. Amennyiben mindent megfelelőnek talál, akkor egy pipával jelzi a teljes mérés megfelelőségét. Következő vizsgálatunk tárgya egy 2-es érintésvédelmi osztályú készülék, ez a 2-es szigetelésű készülék, annak is a hálózati csatlakozóját vizsgálat ajzatba helyezzük, illetve a P1-es pontra pedig a vizsgáló vezetékünket, pólusunkat, ezt egy adott felületre helyezzük, ez konkrétan egy vezetőanyagú érinthető felület. A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie a vizsgálathoz. Kiválasztjuk a 2-ös szigetelési készülék vizsgálatát, a mérési folyamat elindul. Itt is elsőként a szigetelési ellenállás mérést végzi el, amennyiben megfelelőnek találja, akkor pedig a szivárgó áram, illetve az érintési áram értékét fogja megmérni, amennyiben ezt is megfelelőnek találja, akkor a teljes mérés megfelelőségét egy jobb alsó sarokba helyezett pipával fogja jelezni számunkra.